demográfiai földprogramot szorgalmaz a Mi Hazánk mozgalom az ez iránt fogékony fiatal párok földhöz juttatása érdekében, miután ezt hiába hirdette meg a kormány. A Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 című programjában semmi sem valósult meg belőle, sőt, e kitűnő javaslatot előterjesztő dr. Jángyán József államtitkár is lemondatták, ezért a Mi Hazánk mozgalom kell újra élessze e demográfiai földprogramot a 24. órában, hiszen vidéken különösen aggasztó a cigányság, népesség robbanása, miközben a dolgos magyarságnak nem nyújt életteret a kormány. A Magyar Vidék Alkotmánya alcímű a kormányprogram részét képező dokumentumot hivatalosan nem helyezték hatályon kívül, de a kormány.hu oldalról csendben eltávolították, sőt, maga a vidékstratégia.kormány.hu oldal sem létezik már, és a másnéven fiatal gazda életpályamodell helyett a rendelkezésre álló földalapok jelentős részét kiárusította az Orbán kormány saját klientúrájának, ahogy arra a dr. Ángyán József is felhívta a figyelmet. 2015-ben az országgyűlésben is szóvá tettem a kormány be nem tartott ígéretét. Tisztelt országgyűlés, Ángyán Józsefnek megígértem, hogy a kormánypártokat szembesítem egy korábbi ígéretükkel, egy mulasztásukkal, hiszen a demográfiai földprogramról van szó. A 2011-es hírek arról szóltak, hogy már 2012-ben elindulhat csaknem 200 ezer hektárral a demográfiai földprogram, de hagyjuk is a híreket, kikerestem a kormány által 2012-ben elfogadott, máig hatályos nemzeti vidék stratégiát, a Magyar Vidék Alkotmánya alcímet viseli. A mulasztásból adódó bűnükkel hadd szembesítsem most önöket. Idézek ebből. A népesedési helyzet katasztrofális képet mutat. Az országon belül különösen kritikus a vidéki térségek demográfiai helyzete. Napjainkban a középkorú és idős korosztályhoz tartozik a mezőgazdasági foglalkoztatottak 62%-a. Már a minden harmadik mezőgazdasági foglalkoztatott 50 évesnél idősebb, 10 éve még csak minden negyedikre volt ez igaz. Ha a tendencia nem fordul, néhány év, évtized múlva a mezőgazdaság számára katasztrofális következményei lehetnek az előregedési folyamatnak. Bár megtalálható hazánkban az a fiatal réteg, akik jövőjüket vidéken, a mezőgazdaságban, illetve egyéb vidéki gazdasági tevékenységben képzelik el, ennek feltételei nem minden esetben adottak. És ezek után olvashatjuk a demográfiai földprogram stratégiai irányait és teendőit, mely alapján a nemzeti földalapból a termőföld tartós 25-50 éves bérbeadásával és egyéb eszközökkel örökölhető földbérleti jog keretében földjuttatás szükséges a fiatal gazdálkodást vállaló pároknak, melyet egyéb szociálpolitikai és gazdálkodás segítő kedvezmények egészíthetnek ki. A támogatás feltétele, hogy a fiatal család vidéken települ le, fenntartható módon gazdálkodik, valamint két vagy több gyermek világra hozatalát és felnevelését vállalja. A programhoz az állami földterületek biztosítását írta elő ez a máig hatályos nemzeti vidékstratégia, azonban hiába olvashatjuk a stratégia ütemezései között, hogy 2012 első fél évben el kellett volna induljon a demográfiai földprogram, nem történt ez meg. Kérdezem most a kormányt, mikorra várhatjuk ezt? A magyar demográfiai mutatók rendkívül riasztóak, egyre riasztóbbak. Idézem az elszabotált nemzeti vidékstratégiából. Ha hazánkban a jelenlegi kedvezőtlen demográfiai tendenciák folytatódnak, az ország lakossága 2050-re 7-8 millió főre csökken. Az országon belül különösen kritikus a vidéki térségek demográfiai helyzete. A vidéki térségekben a népesség rövid időn belül előregszik. A kedvezőtlen folyamatok eredményeként a jelenlegi gazdatársadalomnak nem lesz megfelelő utánpótlása, és az inaktív rétegek aránya rendkívüli terhet ró az aktív rétegekre. Ezért a vidék számára kulcskérdés, hogy helyben legyenek olyan fiatalok, akik a vidéki élet mellett a gazdálkodást választják, és megfelelő számban vállalnak gyermekeket. Ez áll tehát a nemzeti vidék stratégiában elvileg máig hatályos módon. Ma viszont már hozzátehetjük, hogy egyes térségek kiüresedésével, illetve súlyos munkanélküliséggel járó szociális gettókká válással fenyegetnek. A gazdálkodásból élők átlag életkora is folyamatosan emelkedik, s ha nincs utánpótlás, a hazai élelmiszertermelés is végleg kicsúszhat a kezünkből, ami az egész társadalom élelmezési és élelmiszer biztonságát is veszélybe sodorhatja. A tervezett demográfiai földprogramból semmi sem valósult meg. Lényege az lett volna, hogy 25-50 évre szóló földbérleti jogot és a gazdálkodáshoz
illetve annak beindításához szükséges képzés, szaktanácsadást, hiteleket, piacra jutási támogatást és egyéb kedvezményeket, valamint az életkezdéshez akkor vidéki térségekben jelentősnek mondható 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaptak volna pályázati úton azok a fiatal párok, családok, amelyek vállalják, hogy vidéken telepednek le, vagy ott maradnak, két vagy több gyermeket világra hoznak, tisztességgel felnevelnek, és életvitelszerűen mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. A programot megalkotó dr. Ányán József államtitkár szándékai szerint a vállalkozó fiatalok örökbérletet kaptak volna, utódaik pedig mindaddig örökölhették volna, míg ők is megfelelnek a programban lefektetett feltételeknek. A fiatal gazda életpálya modellt 200 ezer hektár olyan állami földterület bevonásával tervezték megvalósítani, amelyeket gyakorta nem is magyar tulajdonú tőkés társaságok sok esetben 50-100 forintos hektáronkénti bérleti díj fejében béreltek. Az ilyen irreálisan alacsony bérleti díjú szerződések jogszerűen felbonthatók lettek volna, hiszen ezek tiltott, burkolt támogatásnak minősültek. A megpályázható birtokok mérete a tervek szerint művelősi ágtól függően 10 hektártól 300 hektárig is terjedhetett volna. A program tervezetét dr. Ányán József tanár úr az egyetemen is tesztelte, és hallgatói, tanítványai körében igen népszerűnek mutatkozott, érdeklődve várták. Ma már azonban világosan látszik, hogy ezeket a földeket az Orbán kormány nem a fiataloknak, hanem az Ányán József lemondását követően nem sokára megindult feudális, hűbéri, birtokadományozó, állami földbérleti, majd földprivatizációs programok keretében a kormány saját holdudvarának szánta. Így esélyesen volt a demográfiai földprogram elindításának, melyet viszont a Mi Hazánk mozgalom szeretne ismét újra a politikai napirend részévé tenni a 24. órában.